újabb 20 mázsa szőlő érkezett a Bogyózóba, a Mészáros Borház üzemében. Az idén már több, mint 9000 mázsa szőlőt dolgoztak fel, és még ugyanennyi biztosan várható. A megszokotthoz képest két héttel később kezdték idén a szüretet. A nyári időjárás miatt később értek a szőlők, de a szakértők szerint ez nem jelentett minőségbeli romlást, sőt, a hosszantartó meleg miatt nagyon jó mustfokkal és jó egészségben érkeztek be idén a termések. Először a vékony héjú írsai olivért kezdték szedni. Nagyon fontos a szüret időpontjának a belövése, tehát ott egy-egy napon is nagyon sok minden múlhat, úgyhogy ez szerint igyekszünk mindegy esélybe megtalálni a megfelelő időpontot az adott fajták szüretéhez. Napi rendszerességgel ellenőrzik a szüretelés előtt álló szőlőt, mintát vesznek belőle és saját laborukban vizsgálják meg a pH, cukor vagy sav tartalmát, ami segít kiválasztani a szüret tökéletes időpontját. Jelenleg a kék frankó szüreténél tartunk, ez azt jelenti, hogy még a Merlot egy jó része, illetve a nagy vadak, a két Cabernet még kint van a szőlőbe, úgyhogy ők még vissza vannak. Körülbelül ez általában a kék frankos szüret általában magának a szüretnek olyan közepét szokta jelenteni, tehát innentől még a jó fele még vissza van, és ha továbbra is kegyes lesz hozzánk az idő, akkor rendkívül jó évjárattal büszkélhetünk a 2020-ast illetően is. A prémium kategóriájú borok alapanyagát kézzel szedik le, míg a többit gépi vagy kombájnos szüreteléssel oldják meg.